Ma is kinyitottak, de az asztalok üresek maradtak ebben a Békés Csabai étteremben. A tulajdonos azt mondja, nem jut elég a fizetésekre, mert kevés a vendég. 11 alkalmazottjából 8-tól vált meg a járvány alatt, és most sem tud mindenkit visszavenni. Támogatásokkal, bérjelenő támogatásokkal kezdtük visszavenni az embereket, ahogy a kapacitás igényelte, de nem tudtuk fölvenni a 100%-ot, 70%-nál meg is torpantunk. Majd 366 ezeren kerestek állást júliusban, másfélszer annyian, mint egy évvel korábban az állami foglalkoztatási szolgálat szerint. Közülük 190 ezer embernek, vagyis a munkanélküliek több mint felének már egy forint segély sem járt. Több mint 79 ezerre mérték azok számát, akik legalább egy éve nem találtak állást, 13%-kal magasabbra, mint egy éve. A miniszterelnök áprilisban mindenkinek munkát ígért, aki a koronavírus miatt elveszíti állását méghozzá 3 hónap alatt. Ezt az üzenetet a pénzügyminiszter is megosztotta a Facebook oldalán 4 hónappal ezelőtt. Aki elveszti az állását, azon Magyarországon 3 hónapon keresztül munkanélküli segélyt kap, amit álláskeresési támogatásnak neveznek. Mire az lejár, mindenkinek lesz munkája. Nem lesz olyan ember Magyarországon, aki alól miután kifutott a 3 havi munkanélküli segély, ne kapna munkaajánlatot a gazdaságból vagy a magyar államtól. A GKI szerint csak egy része kapott munkát azoknak, akik már a járvány elején 4-5 hónapja munkanélkülivé váltak. Ahhoz, hogy álláshoz jutassunk embereket, ahhoz pénzt kéne költeni. A magyar kormány európai összehasonlításban az egyik legfukarabb a koronavírus válság kitörése óta. Jól láthatóan a bértámogatás is rendkívül alacsony szintű, és nagyon kevés embert ér el. A DK szerint a miniszterelnök nem tartotta be az ígéretét, ezért a kormánynak változtatnia kell. A 90 napos, 3 hónapos álláskeresési járadékot meg kell hosszabbítani legalább 6 hónapra ahhoz, hogy emberek 100 000-eit lehessen megmenteni Magyarországon. A kormány úgy számol, az eddigi intézkedéseik hatására már 31 ezerrel kevesebb a munkanélküli a június közepi mélyponthoz képest, és szerintük a legalább egy éve álláskeresők száma is mérséklődött júliusról augusztusra, azt nem írták mennyivel.